az infláció mértékével növelik a 2022-es évi helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen a decemberi soros ülésen a helyi tanácsosok ugyanakkor a szemétilleték növeléséről is döntöttek Fontos a jövő évi adókra és illetékekre vonatkozó változásokról döntöttek decemberi soros ülésükön a Marosvásárhelyi helyi tanácsosok. Az elfogadott határozat értelmében azok a magánszemélyek, akik 100 négyzetméternél nagyobb, nem lakásrendeltetésű ingatlannal rendelkeznek, ezen túl nagyobb épületadót kell fizessenek. Az adók kiszámításakor az eddigi 0,65%-os érték helyett az 1,3%-ot veszik alapul. Az önkormányzati képviselők megszavazták, megfogalmazták azt is, hogy az infláció mértékével, vagyis 2,6%-kal emelik meg a 2022-es helyi adókat és illetékeket, de megnövelték a szemétdíjat is. Jó hír azonban, hogy jövőre eltörölték az évi kétszeri nagy takarításért, családonként fizetendő 50 lejes évi díjat. A megyei tanács által működtetett hulladéklerakó megemelte a díjait, és ezt sajnos meg kellett emeljük emiatt a lakossági díjat, de így is több mint 20 lejjel csökken az egyfőre első költség a szemétszállítás kapcsán Marosvásárhelyen, tehát azt szeretnénk, hogy a lakossági terhek csökkenjenek 2022-ben, és a város bevételei növekedjenek. Míg idén egy személy havonta 11.87-ban itt fizetett a háztartási szemét összegyűjtéséért és elszállításáért, ez a díj 2022. január 1-től 93 ban lesz, mutatott rá a polgármester. Az eddig alkalmazott kedvezmények ugyanakkor továbbra is érvényesek, például a nagy családok csak két gyermek után kell fizessenek szemétdíjat, a többi kiskorú mentesül ez alól.